Friss FM Podcast. Szokásos pénteki beszélgetésünk, Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke a Friss FM stúdiójában. Jó napot kívánok, elnök úr! Kezét sokolom, kincső. Örömmel jöttem. Jaj, én is alig vártam, hogy végre beszélgessünk. Ugye április 1-e van, ez sok szempontból egy fontos dátum, de most nem viccelődni fogunk, már csak azért sem, mert április 1-e idén számunkra azért is nagyon fontos, mert hogy holnap van tulajdonképpen egyfajta leadási határideje ezeknek a bizonyos levélszavazatoknak, egész konkrétan, amivel mi is ki tudjuk nyilvánítani a véleményünket a magyarországi választások apropóján. Én itt időközben néztem a számokat, hogy már az első hét után milyen szép számokról lehetett beszélni a begyűjtött szavazatok kapcsán. Hol tartunk most körülbelül? Mert gondolom pontos számot elnök úr se feltétlenül tud, vagy igen? Most éppen pénteken tartunk. Ez azt jelenti, hogy két nap múlva vasárnap, április 3-án Magyarországon országgyűlési választás lesz. Lehet, hogy ezt már mindenki hallotta, annyit mondtuk mi is, meg a magyar média is, de rendkívül fontos számunkra, kárpát-medencei magyarok számára az, hogy Magyarországon most vasárnap merre billen el, mert hogy billeg, és hogy merre billen el a politika iránytűje. Azt szeretnénk, hogy vasárnap mindenki, aki akarta és akinek lehetősége volt, az mindenki vasárnapig le tudja adni a levélborítékot, vagy azok, akik konzulátuson szavaznak, azok vasárnap meg is tudják azt tenni. Fontos számunkra ez a kérdés, tehát az a cél, hogy minden egyes magyar állampolgár, aki itthon él, Székelyföldön, az tudjon beleszólni a kárpát-medencei politikai kérdésekbe. És ugye itt a beleszólni, én nem véletlenül használtam ezt a szót, mert nagyon sok kritika ért minket a magyarországi baloldal, meg a kötekedők részéről, akár az erdélyi kötekedők részéről is, hogy miért akarunk beleszólni. Fontos elmondani azt, hogyha van nyugodt egy-két percünk, hogy mindenbe nem tudunk és nem is akarunk beleszólni. Hiszen például Magyarországon, akik Magyarországon lakó magyar állampolgárok, ők kettő darab szavazatra jogosultak. Egy az egyéni körzetük, ahol éppen laknak, és egy az országos lista. Mi, székelyföldi erdélyi magyarok csak az országos listára szavazunk. Ez azért fontos elmondani, mert az egyéni körzetben, ahol laknak, azok szóljanak bele. Jogos, ez jogos. Viszont az országos listán azok az országos politikusok szerepelnek, akik nem indulnak egyéni körzetben, például Orbán Viktor, vagy Semjén Zsolt, vagy Kövér László, és még mások is. Viszont az országos listá és az egyéniekből adódik össze az a politikai többség, amely a magyar parlamentben többséget tud szerezni, akik majd kormányt fognak állítani, akik majd miniszterelnököt fognak választani. És mi ebbe akarunk beleszólni, abba a nagy politikai kérdésben, amely kárpát-medencei magyarokat érintő. Azért hangsúlyoztam ezt ki, hogy senkinek ne legyen lelkiismeret furdalása. És nem kontárkodunk ilyenkor, ez a lényeg, hanem tulajdonképpen a rólunk szóló dolgok kapcsán merünk, és fogunk is mi is szavazni. Így van. Arról nem is beszélve, hogy azért most már bocsánatot kérek, de 1000-1100 éve a Kárpát-medencében itt mi magyarok a délvidéktől kezdve Burgenlandon keresztül Budapesten át ojtozik, egyben voltunk. És egyben is kell gondolkodjunk. És egy magyarok vagyunk. Akkor is, hogyha Székelyföld, ha Felvidékről, ha Székelyföldről, ha Délvidékről beszélünk, de egy magyarok vagyunk, és a magyar ügyekben, a nemzetpolitikai ügyekben pedig egyszerre kell ott legyünk. Van egy nagyon fontos kérdés, többen is feltették a hallgatóink közül, ugye április 2-a van határidőként lekommunikálva több helyen is, mint leadási határidő. Elnök úr kicsivel korábban 3-át emlegetett. Hogy van most akkor pontosan? Mivel kell gondolkodni annak, aki még nem adta le a szavazatát? Abban kell gondolkodni, hogy a választás április 3-án budapesti idő szerint délután 7 órakor fog véget érni. Ebbe kell gondolkodni, ez akkor nálunk 8 óra. Azért mondtunk 2-át, mert nem szeretnénk azt, hogy egyszerre 2-án és 3-án egyszerre nagyon-nagyon sok szavazat legyen. Arról nem is beszél, hogy a konzulátus is 3-án azokkal is el lesz foglalva, akik személyesen fognak ott szavazni. De ettől függetlenül, illetve az is, hogy ha 2-án adják le hozzánk, akkor mi el tudjuk még 3-án is juttatni. De természetesen rendelkezésre állunk szombaton és vasárnap is az RMDS
irodákban, sőt, mondom akkor, hogy még a mai nap pénteken délután 6 óráig, holnap szombaton 10-től délután 6 óráig, és április 3-án vasárnap 10-től délután 5 óráig rendelkezésre állunk, és természetesen átvesszük azokat a lezárt borítékokat, amelyeket el szeretnének juttatni rajtunk keresztül a konzulátushoz. Akkor, hiszen... ha jól értem, csak egy rövid kérdés, ha jól értem, ez nem zárja ki azt, hogy ha valakinek, nehogy Isten, vasárnap jut eszébe, hogy hoppa boríték, és le kellene adni, egyrészt az még belefér, másrészt akkor, hogyha 5 óráig van a leadási határidő, akkor még van idő eljuttatni. Így ugye, Csíkszeredben. Pontosan így számoltuk ki mi is, és ezt is szeretnénk kérni. Már olyan rég mondjuk, és annyi idő volt 2-3 hét a rendelkezésre, hogy gondolom, hogy nagyon sokan ezt már megtették. Viszont azt is látjuk, tudjuk, hogy az utolsó napokon szokott még gyűlni, és ez is látszik, és ez jó leső érzés is. Nagyon sokan, sőt, sokkal többen szavaztak, éltek a szavazati jogukkal, mint 4 évvel és ezelőtt. Itt vagyunk a számoknál, amivel ugye a beszélgetést kezdtem, hogy már az elején feltűnt, hogy nagyon szépen gyűlnek a szavazatok. Most így április 1-én pénteken milyen számmal számolhatunk, úgymond lehet-e körülbelüli számokban? Nem vagyok a számok embere, viszont egy dolgot mondanék, ha 4 évvel ezelőtt, 2018-ban, Csíkszeredában 114 ezer szavazat érkezett be, levélboríték érkezett be a konzulátusra, Hargita, Kovászna, Maros megye, illetve Bákó és Brassó megye is oda tartozik, ott nyilván kevesebben vannak, itt a fő ütőír az Hargita, Kovászna és Maros megye. Ha akkor volt 114 ezer, akkor én most megkockáztatom, hogy vasárnap este itt ehhez képest 15-20%-kal több lesz a levélboríték. Illetve hát a felméréseink, a mi tapasztalataink, az emberekkel való beszélgetés értelmében ezeknek valószínű, hogy 95-96%-a a Fidesz-KDNP-t fogja támogatni. Minek köszönhető, nagyon röviden még csak egy gondolat erejéig ez, hogy egy picit így, mintha nőtt volna ezek szerint akkor a népszerűség, elnök úr szerint? Két oknak köszönhető, hogy az elmúlt 4 évben tovább folyt a honosítást, tehát azt valószínű, hogy nem mindenki érzékelte, de azok igen, akiket az elmúlt 4 évben segítettük hozzá az állampolgársági okiratok kitöltéséhez, a honosításhoz, a regisztrációhoz, mert a honosítás után regisztrálni is kellett. Tehát egyrészt nőtt, jócskán nőtt a honosítottak és a regisztráltak száma. Másrészt most meg sokkal feszesebb volt az üteme a szervezésnek magyar kormány részéről is, a médiában, illetve részünkről, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részéről is település felelőseink vannak, erről is mindjárt szót szeretnék ejteni, illetve a városi irodáink is sokkal-sokkal összefogottabban dolgoznak. Ígértük, hogy akkor még egy picit pontosítsuk, hogy azok, akik nem adták le eddig a levélszavazatot, hol, miként, milyen határidővel tudják még egy gondolat erejéig visszatérnék arra, hogy ne legyen senkinek lelkiismeret furdalása, hiszen mi pont olyan magyar állampolgárok vagyunk, mint akik felvidéken, vagy Budapesten, vagy máshol élnek. Semmilyen Zsolt gondolata jut eszembe, ugyanis azt mondta, hogy a külhoni magyarság nem kvázi magyarság, ezért nem kvázi állampolgárság jár vele, hanem teljes jogú magyar állampolgárság szavazati joggal. Szavazati jogunk az országos listára van. Azt is el szeretném még mondani, mert erről mindig kevés szó esett, hogy a szavazó borítékokban abban nem csak a politikai pártokra lehet és kell szavazni, hanem van benne egy másik szavazólap, egy népszavazásról szóló szavazólap, a gyerekeinket hagyják végén. Itt 4 kérdés van, és azt javasoljuk mindenkinek, hogy olvassa el, nagyon egyszerű kérdések, és igennel vagy nemmel lehet rájuk válaszolni, ezt is tegyék meg, hiszen ezáltal is segítjük Orbán Viktor és kormányának azt az igyekezetét, hogy a családokat, a gyerekeket biztonságba helyezni, és előtérbe, támogatási szempontból is előtérbe kerüljenek. Ami kérdezett még Kincső, az, hogy az a biztos, hogyha szavazunk. Hát az a biztos, hogyha a szavazatunkat eljutatjuk a megfelelő helyre. Ez két úton lehetséges, vagy a posta útján, vagy a konzulátus. Hát a posta útján. Most már így nem nagyon játszik, azt hiszem utolsó 100 méteren. Ezt akartam mondani, mert az elmúlt napokban vita is volt erről. A román postával nincsen semmi gond, viszont már az idővel van a gond. Tehát én azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy most már ne bízza a postára, mert már időben nem
fog odaérni. Ezért el kell jutatni a konzulátusra. A konzulátusra is kétféleképpen lehet eljutatni. Vagy személyesen, valaki beül a kocsiba és elmegy és elviszi, vagy pedig, hogyha rábízza magyar szervezetekre, többek között a Romániai Magyar Demokrata Szövetségre. Hiszen egyrészt minden egyes településen vannak felelőseink, ezeket mi kiértesítettük, minden postaládába betettünk tájékoztatólapot a felelősünk nevével és telefonszámával. Ezek az emberek nyilván az illető településen élő köztiszteletnek örvendő, megbízható emberek. Városokban, mind a négy magyar városban, a megyében működtetünk RMDS irodát, és az ottani a Kézivásárhelyen, a főtéren az OTP bank mellett, Kovásznán, Szabadság utca 12 szám alatt, Baróton pedig az új soron, ahogy ezt hívják, Baróton, ott is működik az imént ismertetett, de most elismételt órarendel. Ma még délután 6 óráig, holnap szombaton reggel 10-től délután 6 óráig, és vasárnap április 3-án reggel 10 órától délután 5 óráig. Illetve Sepsiszentgyörgyön, egyrészt a Martinovics utcában lévő RMDS irodában, de azon túl kialakítottunk még munkapontokat a Krisztus Király plébánián, a Gyárak utcájában, a Szent Benedek plébánián, az Állomás utcában, a Gyöngyvirág utcai 5-ös szám alatt, az Iris házban, a Szent Gellért plébánián, a Csiki utcában, és a volt OSK ajándékboltnál, így valószínűleg jobban ismerik a Szent Györgyek, a Stadion utca 5 szám alatt. Ezeken a munkapontokon is le lehet adni a lezárt borítékot. Azért hangsúlyozom, hogy lezárt, mert azt le is kell zárni, és úgy is szeretnénk, hogy azt, amit az állampolgárok gondolnak politikáról, az legyen egy zárt boríték, az legyen az ő titkuk, és legyen az majd csak Budapesten a választások megszámlálása, a szavazólapok megszámlálásakor kinyitható. Itt egyébként akár én tudok egy fél gondolatnyi segítséget nyújtani elnök úr után, mert hogy elnök úr Facebook oldaláról inspirálódok. Van egy nagyon jó, rövid kis videó, ahol elnök úr személyesen mutatja meg azt, hogy hogyan kell kitölteni, melyik borítékban milyen papírosokat kell beletenni. Ezt ajánlom a hallgatók figyelmébe azoknak, akik esetleg ugye még nem tették meg, ezt még így utolsó 100 méterre meg lehet tenni. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, várjuk vissza jövő héten is. Köszönjük szépen. Podcast.